zajlik a felújítás a Bátaszéki Kossuth Lajos utcában. Több ehhez hasonló városfejlesztési projekt zajlik most a település területén. A költségvetés második módosításával megnyílt arra a lehetőség, hogy a városunk területén több városüzemeltetési feladatot is el tudjunk látni. Így keretet tudtunk biztosítani például a lakossági járdaépítési programra. Még most is várjuk a lakosságnak a jelentkezését, aki a saját ingatlan előtt megrongálódott járdaszakasz felújításában közreműködni kíván. Mi az anyagot biztosítjuk, neki a munkaerejét kellene biztosítani, hogy a járdaszakaszok meg tudjanak újulni. Forrásokat biztosítottunk belterületi csapadékvízelvezetési feladatok ellátására. Itt alapvetően a két utcában, a Babicsban, illetve a Magyar utcában szeretnénk feladatot ellátni, patkarendezési feladatokat is fogunk végezni, illetve egy kicsit készülünk az 5. bátaszéki bornapokra, hiszen önerőből is járdafelújítási feladatokat fogunk ellátni. A költségvetésben biztosított összegek a költségvetés lehetőségeihez igazodnak. A lakossági járdafelújításra egy 1,5 millió forintos keret áll rendelkezésre, patkarendezése és vízelvezetésre, mint egy 3 millió forintos keretösszeget fogunk a Bátkom számára biztosítani a feladatellátásból. Ezekből az összegekből próbáljuk a város rendjét és műszaki állapotát fenntartani. Jelentősebb és nagyobb lélegzetű feladat lesz az Entai úti áraknak a kotrása. Erre a képviselőtestület a fedezetet már biztosította. A kivitelező kiválasztása is megtörtént. Reményeink szerint ez is augusztus közepén meg tud indulni. Az őszi időszakra, amikor beáll majd az esőzés, addigra már ez a főgyűjtővezeték is megfelelő módon mederkotrással rendelkezésre fog állni a vízelvezetési célnal. Papp Péter, a Bátkom 2004 Kft. Ügyvezetője úgy fogalmazott, hogy a város közigazgatási területén mindennapi használatból és hibákból adódó feladatok jelentkeznek, amiket folyamatosan orvosolni kell. Az önkormányzat megrendelése alapján, illetve hát a terv szerint a patkarendezés nyilván azokban az utcákban, ahol ugye nincs szegélye az utaknak, ott sajnos rendszeresen a patkát karba kell tartani. A legforgalmasabb részek ebben az Olimpia, az Orbán, a József Attila utca. Ezekre most lesz lehetőségünk, rendelkezésünkre állnak az anyagi források, és itt ezeken a részeken ugye megpróbáljuk újra abban a helyzetbe hozni ezeket az utakat, hogy tényleg a személyautó forgalomra, illetve az egyéb forgalomra is teljes mértékben alkalmas legyen. A jelentős esőzések teljes mértékben és nagyon gyönyörűen megmutatják azokat a feladatokat, amelyeket meg kell oldjuk. Eső után le is szoktuk ellenőrizni az adott állapotokat. Talán most már a Deák utca végét stabilizáltuk, de a Deák utcában nyilván ugye egy speciális utca, ott még a lakosokra is vár még feladat, mert a bejárókat rendezni kell. Hát bízunk benne, hogy előbb-utóbb mindenki teszi a dolgát, akkor még meg tudjuk tenni azokat az árok karbantartási feladatokat, amelyek teljes mértékben rendezni fogják a Deák utcának a csapadékvízelvezetését is. A járda felújítási program keretében kaptuk a megrendelést, hogy a Kossuth utcai részen a volt óvoda előtti résztől egészen a meglévő piaci burkolatig stabilizáljuk ugye a járdát. Erre a járda állapota egyértelműen utalt, illetve ugye ez egy frekventált rész, és főleg a bornapok miatt ez itt ugye intenzív gyalogos használatnak van kitéve. Teljesen új alapot kap a járda, a pénzügyi keretek nem engedik meg, hogy teljes mértékben új térkő legyen, de egy része az a piac burkolathoz hasonló térkővel fog elkészülni a csatlakozás. A régi részén gyakorlatilag felhasználtuk a még felhasználható járdalapokat, de teljes mértékű alapozást végeztünk a térkő technológiának megfelelően. A tervek szerint a legtöbb munka nyáron vagy korak ősszel elkészül.